Ma mi ez? Mi az az új szenzáció, ami látszólag minden ok nélkül nézők millióit vonza be naponta az élő adásokba? Valorant a neve, és a világ egyik legsikeresebb játékának, a League of Legendsnek az alkotóitól jött. A minden eredetiséget nélkülöző belső nézetes lövöldözős játék jelenleg zárt beta fázisban van, és már napok óta millióan nézik az élő adásokra szakosodott oldalakon, mint például a Twitch TV. Azért annyira nem jó, hogy ekkora népszerűségnek örvendjen, viszont okos marketingesek jól kitalálták, hogyan indítsanak be egy öngerjesztő hype folyamatot, ami kivételesen jól sikerült egyébként. Mivel odadobtak néhány elérést a legnézettebb streamereknek, hogy aztán az ő csatornájukat nézve a nézőknek esélye legyen kulcsot kapni a Twitch fiókjukhoz kötött Riot fiókra. A látszólag tehát nem tud semmit ez a Valorant, hasonlít a CS:GO-hoz, meg egy kicsit az Overwatch-hoz is, de amúgy teljesen érdektelen és unalmas nézni. Mi a titok? Hát a titok az, hogy mindenki ki akarja próbálni, és ettől rohadt népszerű lett. Oké, már hallom a rajongókat, egyébként hogy lehetnek már rajongók, hagyjuk már, párnapos játék, mindegy. Szóval, hogy jaj, ez a hülye gyerek kitoltja a játékot, mert egy szar noob, pedig egyébként nem oltok semmit, én csak a tényeket mondom. Sorry. Bok. Én ágyam. Szóval tehát még meg se kellett jelennie a játéknak, a Valorant már is a következő nagy e-sport szenzációnak tűnik, még akkor is, ha már meglévő játékokból lopott össze mindent, illetve elég jó képességek és reflexek kellenek hozzá. Tehát én például elég jó lennék a játékban, mert én shooterekben nagyon jó vagyok. Szóval zár, anya. A kicsit déjà vu érzésem van, ugyanis a Riot egyszer már időzített egy milliárd dolláros húzást, ez volt ugye a League of Legends. Akkor jött, amikor már kezdte mindenki elfelejteni a Dotát, a Dota 2 beta még csak a küszöbön volt, a Riot pedig bedobott egy olyan mobát, ami egy lebutító Dota volt, viszont működött, volt mögött a támogatás és szép jövő elé nézett, a világ pedig megismerte a MOBA műfajt. Miért déjà vu ez? Hát azért, mert bár az e-sport szintér nem szűkölködik shooterek terén, hiszen ott az Overwatch, Dota és a CS:GO, hogy csak párat említsek, mégis ezeknek a játékoknak elég jól elhatárolható rajongóbázisa van. CS:GO-t pedig eddig még semmi nem tudta megszorongatni, ugyanis semmi se volt, ami ahhoz fogható lehetett volna. A CS:GO nehéz, ugye brutálisan. Elképesztő tudás és reflexek kellenek hozzá, viszont már eléggé eljárt felette az idő, a kihívó pedig annó a League of Legends ismét jókor érkezett a Valorant személyében. Nem csak emiatt jó azonban az időzítés, van még egy dolog, ami miatt hatalmasat robbanhat a Valorant, mégpedig az, hogy nem PR játék lett. A PUBG a 2017-es megjelenése óta a piac megfullad a BR játékok tengerében, ha az összes platformot tekintjük, akkor ebben jelenleg a trónon a Fortnite van, de még az is fel tud sorolni többet, aki egyáltalán nem szereti a BR stílust, ott van ugye például a Respawnnak az Apex Legends-e, Apex, és a COD-nak a Warzone-ja is. Szerencsére érezzük már azért, hogy kezd elfáradni ez a stílus, de legalább annyira biztosan, hogy a cégek végre ismét gondolkodnak nem BR játékok gyártásán is. A Valorant itt rögtön kínál egy alternatívát, miközben két idegesítő BR tulajdonságtól, a szerencse és a véletlenszerűség faktortól rögtön el is búcsúzik. A Valorant lassú és megfontolt. Az egyik csapatnak le kell tenni a bombát és megvédeni, a másiknak pedig hatástalanítani azt. A közben az egyik csapatot likvidálják, ami elég gyakori, a körnek azonnal vége, kivéve ha már lent van a bomba, ilyenkor hatástalanítani kell. A csapatoknak 13 kört kell nyerniük, hogy meglegyen a meccs, ami nagyjából 30-40 perces időtöltésnek felel meg. A Valorantban vannak hősképességek is, és emiatt rögtön meg is kapta az Overwatch hasonlatot, viszont ezek nem nyomnak olyan sokat a ladba. A siker kulcsa a kommunikáció, a taktikák ismerete, a lövészeti tudás és a reflexek. Visszaköszön a CS:GO egyik ikonikus mozzanata is, a kör elejé fegyvervásárlás. A fejlövés azonnali halál, hiába van valami menő hősképességed, ha valaki azonnal fejbelő, akkor véged.
Ezek miatt a Valorant talán nem talál akkora sikert, mint a kicsit megbocsájtóbb Fortnite vagy az Overwatch, viszont e-sport tekintetben sokkal jobb helyzetbe kerülhet. A Cségó már bebizonyította, hogy nem kell ahhoz napi több millió játékos, hogy valami sikeres e-sport játék legyen, a Valorant pedig erre az útra váltott jegyet. Azt még nem tudni, mikor jelenik meg, de a Riot nagyot villantott a Valoranttal, úgyhogy lehet, hogy a karácsonyi szezon egyik legsikeresebb játéka lesz, és ha jól terítik a lapokat, akkor még olyan sikereket is elérhet, mint a League of Legends. Ez tehát az új e-sport szenzáció, az új Twitch szenzáció, az új minden szenzáció, mindenki ezzel akar játszani, mindenki ezt akarja. Meglátjuk, mi lesz belőle. Én személy szerint nem szeretem a shootereket, úgyhogy nem tudok annyira állást foglalni benne, de az biztos, hogy valamit nagyon tud, de hogy mit, az majd kiderül hosszú távon. Egyelőre ennyit tudunk róla, ez a Valorant. Ez az új szenzáció. Úgyhogy meglátjuk. Akinek tetszik, az írja le, hogy miért jobb, mint a Cségó, miért más, mint a Cségó, miért jobb, mint az Overwatch, vagy szar az egész, vagy miért bla bla bla. Mindegy. Ha van valami gondolatok erről, mondjátok el kommentben. Köszi szépen mindenkinek, hogy megnéztétek. Sziasztok!